Na haló! Úristen, 9. Minecraft epizód van jelen. Ó, hát ne tudjátok meg egyébként mennyit szenvedtem ezzel, amíg elértem eddig a helyig. Ugye előző részben azzal a feltett szándékommal indultam el otthonról, ami egyébként 2501 méterre van innen. Hogy én majd, jaj de jó lesz, már hogy keresek kaktuszt. Aha, meg a nagy lófaszt. Tehát, hogy konkrétan ennyit még sosem szoptam egy rohadt sivatag kereséssel. Minden esetre megvan, röpke ilyen 93 percet kellett rászárni az életemből, de itt van, minden rendben. És azon kívül nem történt semmi, találtam 4 tököt, tehát hogy ez volt a legizgalmasabb dolog, ami történt kaktusz keresés közben. Falu is van, na azért kompenzál a játék, jól van, tudja, hogy becsicskított, ezért most kapok is vissza egy kicsit. Na, akkor én itt elviszem az összes értéket, aztán majd visszasétálunk, és ugye azért kellett a kaktusz elsősorban, hogy majd ilyen vízálló csöveket tudjunk csinálni. Szóval ez lesz majd 30.392.302.342.102.403 év múlva, amikor haza is tudunk érni innen, de előtte kizsákmányolom őket, mert ők azért vannak. Na, hello. Hát ez nem éri meg. Van valami érdekesed? Tuti van. Hát, ez mondjuk kell. Ezek is jók. Ez is jöhet. Obszidián is jöhet. Csákányok nem kellenek, nem? Van elég csákányom nekem. Ezeket fel... A frissen zsirul. Mármint hogy lopott értéket felveszem. Kell ex. Az is van. Hát én elviszem. Én azért elvinném ezeket. Na, hát valamire csak jó, nem? Ez nem tudom, minek van nálam. Oh, hello, nem loptam. jó, egyéb érték, ami kinyerhető innen. Mondjuk krumpli, vagy valami. Nem, ez búza, az kell a tövemnek. Nálad van érték? Nincs mi. De hogy van? Én csak is kizárólag az értékre megyek. Erre még van? Ja nem, csak szarul néztem a térképet. Akkor ez ennyi. Még krumpliuk sincs, hát ezt hívom haszontalan népnek. Ja de van krumpliuk, hát én azt akkor viszem. Csak akkor úgy kéne, hogy ez a leaf pile, ez nem tudom minek van nálam, de nem kell, meg a egylő, ez se. És akkor cserébe kérem a krumplit. Igen. Majd csinálunk belőle levest. Répa is van, de az nem kell. Csak a krumplira megyek. Oké. Remek. Na, húzhatunk haza igazából. Itt még van. Úgy tuti van ilyen... majd csinálok krumpli farmot, mert lehet, nem? Ilyen forestriset, és akkor... Ja, hogy még, aha, ez a forestrinek az a verziója, amikor még benne volt a multiblokk is, meg a szimpla blokk is. Akkor csinálok szimpla blokkos farmot, ehhez majd, hát mondjuk ez is bonyolultabb lett, mint régebben volt, de jó, majd csinálok. Na, szerintem kezdjünk el sétálni haza, mert ez kicsit messze van. A ház az 2400 méter körülbelül. Egyébként igen, megszegtem az ígéretemet, sajnálom, tehát hogy tényleg volt ebben, úgy tűnik ez volt a sorozatban az első olyan momentum, amit muszáj volt felvételni kívül csinálnom, de hát egyszerűen olyan szinten nem történt semmi, hogy tényleg nem, tehát nem hiszem, hogy rosszul kéne érezni magam amiatt, mert ezt kivágtam. Mármint, hogy nem azt, hogy kivágtam, fel se vettem eleve, szóval semmi, komolyan semmi, tehát dögunalom volt az egész. Már kerestem a tárgyat, amivel eret lehet vágni. Nem találtam, szóval... Szóval, ja. Na, hát szokásos módon remélem mindenki megvan. Mindenki jól van. Jelen, amikor ezt a videót felveszem, éppen hétfő van. Ez a videó kedden fog kikerülni, tehát holnap. Valószínűleg, mert tegnap volt Skyrim, és így osszuk el kicsit. Hogy ne az legyen, hogy két egymás követő nap kettő, és utána meg egy hétig semmi, tehát akkor egy kicsit így egyenlítsük el a dolgot.
Megint felvettem egy ilyen szar. Nem tudom, onnan szerzem ezeket, így random, random jönnek néha. Hát jó. Van az eszemben egy... Ú, ez mi? Mindjárt folytatom, amit akartam, csak megnézem, hát ha ki lehet nyerni egyéb értéket ebből a faluból is. A krumpli van elég, azt már nem hozom. Én csak a kovácsra megyek. Hol a kovács? Kérem. Mert ki tudja, lehet, hogy van nála portálgán, vagy nem tudom, tehát... Nyilván. Mert csak is kizárólag Zoár lehet ilyen mázlista farok, hogy állandóan kifogja a portálgánokat, én sose kapok. Ez a leaf pálya nem kell, és akkor viszek magam... Hallod, már egy teljes armort össze lehet zsidulni máshonnan. Tin, amik itt tudom én, biztos. Ezek nem kellenek. Szarok rá igazából. A tint elhoztam, aztán ennyi. Tehát, hogy folytassuk arra. Tehát, hogy azt kezdtem el, hogy van az eszemben egy téma, amit lehet, hogy közfelháborodás fog felkelteni, hogyha én ezt most elkezdem mondani. Nem tudom. Nem tudom, hogy elkezdjem-e mondani, mert... Hát nem leszek punci, hát én elmondom, nem? Tehát, hogy van ez a... Istenem. Van ez a... Volt... Basszos, nem akarok itt meghalni a kaktuszaimmal, mert az gáz. Tehát, hogy... Volt most ez a baleset Olaszországban. Ugye amikor kigyulladt a busz. Ami borzalmas. Tehát nem azt mondom, hogy nem az, mert tényleg borzasztó. Tehát most képzétek el, hogy mondjuk szülők vagytok, és otthon várjátok a gyereket, és nem jön. Tehát, hogy azt abba kell belegondolni, legalábbis én abba gondoltam bele, hogy sokan idegeskedünk, meg facepalmozunk, hogyha a szülők mondják, hogy jaj, majd érjál egy SMS, hogyha ott vagy, meg úristen, felhívom a kisfiamat, mert úristen, és akkor te csak fogod a fejed, hogy anya, adjál már, hát mi baj lenne. Hát ezután tessék kétszer meggondolni, hogy tényleg... hogy szükséges-e az az SMS, ha odaértél, meg felhívjuk anyut, hogy minden rendben és rendben odaértünk. Tehát, hogy azért egy kicsit átlényegíti ezt az egészet. Viszont, meg még egy falu, hát nem igaz. Én ezeket idefele jövök, miért nem láttam soha. Viszont a lényeg, és ami beindította egy kicsit a gondolkodás menetemet, ezeket lehet el kéne lopni. Mindegy, nem érdekel annyira. Az, hogy most nem erről a konkrét esetről beszélek, hanem úgy általánosságban. Na, közben. Tehát csak annyit szeretnék mondani, hogy miért, tehát úgy teljesen általánosságban, miért tiszteljük a halottakat? De ezt most egy teljesen komolyan kérdem. Miért van az, hogy amíg az ember él, addig hazudnak, kizsákmányolják, tehát érted, kihasználják minden, akkor le se szarjuk konkrétan. Abban a pillanatban, amint valaki meghal, akkor jaj, egyből júj virág, meg hiányozni fogsz, meg jaj. Tehát szerintem, tehát ez csak én találom teljesen logikátlannak, tehát én alapvetően ateista vagyok, tehát nem hiszek a halálon túli életben. Tehát én úgy gondolom, hogy ha valaki meghal, kész vége. Tehát nincs az, hogy most akkor téged még lát felülről, meg mit tudom én. Nem, tehát ez az egész... Ez egész lélek dolog, meg Mennyország dolog, ez a gyáváknak egy nagyon jó mentség arra, hogy ne ijedjenek meg a haláltól. Tehát, hogy ez is egy olyan dolog, hogy ha meghalsz, akkor kész, vége. Sötétség. Nem az van. Tehát, hogy ezt... Tessék szíves lenni feldolgozni, és nem hülyeségekben hinni, tehát... Igen, tehát hogy... Igen, nagyon jó dolog az élet, de... Új, 4 magas, ez tök ritka. Nagyon jó dolog az élet, de ezt tessék szíves lenni feldolgozni, hogy attól, hogy te nem szeretnéd, hogy vége legyen, attól még egyszer vége lesz. És nem az lesz, hogy vége, akkor jaj, majd kezdődik egy új, meg másik, meg reinkarnáció, meg kutyafasz, nem, vége, kész, pont. Ezért kell kielvezni addig azt, amíg tart.
és nem izé ostorozni magad, hogy majd a mennyországba majd jaj, de jó lesz neked, ha te most visszafogod magad. Nem, ne fogd vissza magad, csinálj, ami jól esik, mert nincsen mennyország. Na mindig, letértem a témától. Tehát, hogy miért nem, miért tiszteljük a halottakat? Miért van a, te, igen, ez lenne a mondandóm lényeg, hogy gondolom senki nem hallott erről az egész, erről a pár emberről, aki sajnálatos módon életét vesztette a balesetben, amíg meg nem történt. Tehát miért nem lehet az életben is akkora tisztelettel lenni egymás felé, mint a holtakra. November 1-e, halottak napja, még nincsen élők napja. Hát sok, nem, se nem sokkal fontosabb? Hát amíg élsz, addig tudod befolyásolni azt, hogy körülötted, hogy éreznek irántad az emberek. Tehát szerintem, jó, nyilván, tehát borzasztó, és tényleg nagyon rossz lehet a családtagoknak, illetve hozzátartozóknak, és részvétem tényleg, de mi, tehát nekünk, mint kívülállóknak, miért kell ezt csinálni, hogy mindig, amikor meghal valaki, akkor elkezdünk nyáladzani, hogy jaj, de jó ember volt, meg így, meg úgy. Mert nem lehet azt mondani, hogy jaj, de jó ember vagy, amíg élsz. Nem? Nem ez lenne a logikus? Nem tudom, ez is egy olyan dolog, hogy lehet, hogy csak én gondolom így, és most meg fognak támadni a kommentelők, de engem nem érdekel. Tehát nekem ez a véleményem, most ki fogom mondani. Tehát most engem azt tökre nem érdekel, hogy mennyire sért meg esetleg másokat. Akkor attól még ez a véleményem. Majd te is elmondod a te véleményedet, az lehet, hogy engem fog megsérteni, az meg akkor téged ne érdekeljen, hogy engem mi sért. Szóval, ja, ez a rövid véleményem. Tehát, hogy ha már egyszer élsz, akkor, meg hogy ha számodra fontos valaki, akkor azt fejezd ki addig, amíg él. Mert miután meghal, akkor kész. Vége, nem hal téged, hiába mész ki a sírjához, teszel virágokat, és beszélsz hozzá, nem hal téged, mert halott. Ezért beszélj addig hozzá, amíg él. Köszönöm a figyelmet. Ez kicsit sokkal deprimálóbb lett, mint terveztem, de hát erről is beszélni kell. Hát az élet nem habos torta, pedig a nevtárs, tehát ilyenekről is beszélni kell. Most én nem fogom amiatt elhallgatni a véleményem, mert hogy szomorú, meg deprimáló. Tehát az is az élet része, ugyanúgy, mint a politika. Tehát sokan videóban nem beszélnek politikáról, mert jaj, nehogy megsértsünk valakit, meg jaj, ebből úgyis vita lesz, meg júj, véletlenül se politizáljunk. Oké, nyugi. Tehát, hogy miért ne? Ez az élet része, Istenem, ez... Persze, mert aki gyáva, az fosik a kommentelőktől, hogy majd milyen... jaj, majd milyen kommentek érkeznek. Hát Istenem, mit érdekel? Tehát, hogy ami elolvasod, maximum ignorálod, hogy ami nagy fasság, és ennyi. Ami nem fasság, azt meg elolvasod és elgondolkozol rajta, és egyé teszed magaddal. Nem tudom, miért fosik ettől rengeteg YouTube-os, hogy jaj, most politikáról nem beszélünk, hát mert gyáva vagy azért, legyél már férfi. Állj ki a saját véleményedért, a jó Isten áldjon meg. Na, rendben. Megint az a baj, hogy túlságosan nagy lett a szám hirtelen, de már csak 200 méterre van a ház. 13 perc elment a részből arról, hogy megyek. És nem történik semmi, és csak megyek. De ugye történik valami egyébként, ígérem, nem lesz baj. Na. Ó, ezt a részt már felismerem, minden rendben. Konkrétan egy egész éjszakát átsétáltam és átpofáztam, de... De jó lesz, tényleg, mindjárt jó lesz, nyugi, nem kell kiabálni, nem kell sírni. Már ott vagyunk. Na és akkor tulajdonképpen befejeztem a témázgatást, most már csak is kizárólag a játékra fogok koncentrálni, mert így is úgy érzem, túl sokat pofáztam. Lehet, hogy fölöslegesen, lehet, hogy nem, ez majd kiderül utólag. Úristen, rengeteg tök, mennyi tök, tehát, hogy akarom mondani. Hát kinek elni ezen a hegyen, nem? Ez itt olaj? Sokkal közelebb, igen, ez olaj, és sokkal közelebb van, mint a másik. Kettő olaj is van, ó gyerekek, és ez ilyen, hogy... Aha, nem, akkor... Ez... 100 méter volt a házomtól olaj, és nem vettem észre, kettő is. Ez tök jó.
közeli olaj, csak hogy igen, a tisztánlátás kedvéért. Mert az a másik olaj nem is kell, ez sokkal jobb, hát közelebb van. Majd innen ki fogom szopattyúzni az értéket. Na, tehát úgy lesz, hogy most csinálok majd vizet a motorjaimhoz, ugye amit előző részben elkezdtünk. Amint ez megvan, hát beüzemelem, aztán majd elkezdjünk ercet feldolgozni. Hosszú távú terveim közé tartozik. Ó, amúgy hallod, ez tök jól néz ki. Nekem legalábbis tetszik. Tehát, hogy hosszú távú terveim közé tartozik majd az ugye az olajpumpálás, tehát majd az lesz a jövő energiája, meg az olajfinomítás. Aztán majd a többit még nem tudom. De most egyelőre szénről megyünk, mert fosszilis üzemanyag, meg fuck you ozon réteg. Tulajdonképpen. Oké, tehát tulajdonképpen csak 15 percet vettem el az életetekből, amit soha büdös életben nem fogtok visszakapni szívesen. Jó, csinálom, ígérem, most már koncentrálok. Tehát, hogy itt lesz víz. Amihez viszont kell, először is lepakolok, mert tele van a mindenem. Mondjuk ezt elkezdheted kiégetni. Ezt letesszük. A kaktuszt is el lehetne kezdeni kiégetni. Így kell? Nem így kell. Hanem először ilyet csinálsz belőle, és ezt kell kiégetni. Jó. Rendben, nyugi, tudom. Pontosan tudom. Ugye? Így kell. Én már nem emlékszem, az a baj. Nem, kaktusz green. Mi? Akkor csak úgy kell, nem? És akkor fogod a kaktusz green-t, és ezt beteszed ide, és úgy lesz belőle waterproof pipe. Rendben. Megvan, semmi probléma. Tehát akkor ugye kellene nekem egy részlepakolás. Kicsit, másrésztről egy aqueous, ez, nem? Ez. Ahhoz meg kell pár dolog. Oké. Okay. Tehát akkor vasam van-e? Egy darab? Hát, az nem túl sok. Ennek a felét akkor még ki kéne. Aha, csak nincsen fölösleges, jó. Ennyi pipe waterproof elég lesz, több csinálhat vasat. És akkor... Most ezt elrontottam, mert ezt nem lehet elültetni mi. Ezt lehet, hogy nem kellett volna átcsinálni. De mindegy, nem érdekes. Most már tudom, hogy hol van a sivatag, majd visszasétálok, hogyha nagyon kell. Ez röpke 2 kilométer, hát mi az? Amúgy itt nincs a project table-ökbe. De van, csak... Most emiatt el is fogyott az alapanyag hozzá, nem érdekes. Meg egy ilyen. Jó. Az restón is kell. Szerintem ezt meg lehet csinálni. Nem, mi kell hozzá még? Ja, ki, igen, jó. Tudom, nem kell kiabálni. Itt van ez. És most már jó lesz. Remek. Aztán. 2 tin. Egy vödör. Jó. Van fölös vödrünk, hogy csinálni kell. Nem hiszem, hogy van, ha miért lenne. A tin az itt van. Jó, hát akkor csináljunk vödröt. Tinből is lehet egyébként, de most nem abból lesz. És mehet. Remek, ennek van egy ilyen speciális tulajdonsága, az Aqueous Accumulatornek, hogy kell hozzá 2 vödörnyi víz ahhoz, hogy normálisan termeljen. Tehát, hogy úgy lesz, hogy ide ezt lerakom. És akkor a két oldalra meg kell a Wasser, das Maximalen Feuerkraftja. És akkor úgy lesz, hogy kéne még egy vödör, mert nem akarok sokat rohangálni. És akkor egyből, egy nekifutásból felhozok 2 vödörnyit. Jó lesz. De most ez... Most csicskítasz? Na mindegy, lefesem egyébként, így lesz, az kész. Most ilyen random folyás. Ezt senkit nem fog zavarni, ugye? Engem legalábbis tuti, nem? Oké. Okay. Tehát, hogy tulajdonképpen 20 perc alatt sikerült összehozni egy kurva Aqueous Accumulatort. Istenem. Ez a varázsa egyébként a Minecraft videóknak, hogy egyszerűen van olyan, ami jó, van, ami meg olyan szinten unalmas.
És akkor most ez így csinálja. Igen, akkor már csak egy apró részlet van hátra. Ilyeneket kell csinálni. Na most ehhez nem tudom, hogy kell-e fa, vagy kijön magától. Nem kell fa, kijön magától. Jó. Ó, igen. Egyszerűen maga a csoda. Ez a megtestesült csoda. És akkor rakjunk bele anyagot, nem? Teszteljük le, hogy működik. Mondjuk ezt a 64 szenet igazából. Ja, meg kell neki egy kapcsoló. De az... most abból nem fogunk balhét csinálni. Na, akkor belebasz. Elindít. És azt csinálja, nem? Ja, csak ennek kell egy ilyen bemelegítési idő egyébként. Még felmegy 100 fokra, elkezdi felforralni a vizet, abból lesz gőz, és abból fog elkezdeni dolgozni. Tehát, hogy meg kell várni először, amíg 100 fokos lesz, minimum. Ugye, és minden magasabb a hőmérséklet, annál effektívebb. Tehát még 100 fokon egyelőre csak elkezd dolgozni, de még alig, tehát még alig termel valami emjét. Aztán, hogy egyre forróbb lesz, meg egyre több lesz a gőz, annál effektívebb lesz. Most még így szinte semmit nem csinál. Ezt így nem kezdi el tölteni, mert egy emjét se. Na most már termel egy emjét. Másodpercenként gondolom. És ez így szépen küzdi magát felfelé, 1,6. És nem tudom, azt hiszem 3 a max. 3 emjé. Nem tudom. Jó. És hogyha most ide elkezdek bekúrni vasat mondjuk, akkor ez elkezdi csinálni. Még nem, mert nincs elég. Hát nem, na most már elég, mert megindult a kék vonal. De akkor, hogyha megindult a kék vonal, akkor miért nem csinálja? De ez a max? Ez nagyon kevés. Nem, 1,... De... ez mondjuk elég szar. Na, várjuk, jó? Várjuk meg, amíg bemelegszik. Várjuk meg, várjuk ki a végét. Jó lesz az. Már két szenet el is használ. Hát ez mondjuk elég gagyi, már nem azért. Akkor lehet, hogy csinálok mellé egy... ups. Megnyitottam valamit véletlenül. Lehet, hogy csinálok mellé egy ilyet is. Steam Engine-t, egy másik típusút. Ez meg rizkeltes. Lehet, hogy csinálok mellé, mert ez így elég gagyi. Azt hittem, hogy ez azért jobb. Hát nem tudom, főnök. De akkor viszont rezet kell csinálni. Akkor inkább azt csinálja, mint ezt. Mondjuk tök mindegy, mert nem csinál semmit. Tehát, jó, mert lehet, hogy... mi? Lehet, hogy nem mindegy, hogy honnan kapja a delejt. De amúgy szerintem, de tök mindegy. Maximum power 4 per másodperc. Ez megtermel egy 6-ot, tehát... Na, viszont már zöld. Ez jelent valamit? Nem, mert ugyanúgy egy 6-ot termel. De innen meg fogy. Tehát akkor én nem értem. Akkor valamit csak ki... Nem, tudom, amit nem. Csinálok mellé egy... másik fajta Steam Engine-t, aztán... De ez, nézd meg, úgy eszi a szenet, mint a rothadás, és nem csinál semmit. Ez elég szar. Már nem azért. Na jó, csinálok mellé egy ilyet. Ez meg... ez ugye 4, 8, meg 3, 11. 11 darab silver kell hozzá. Azt pontosan kiszámoljuk, mert nem akarok pazarékolni. Így. Hát ez elég nagy kapufa, meg egy darab silver is kell hozzá. De hát mindegy, hát... van egyáltalán? Van, jó. Nem baj, hát kísérletezünk. Az a jó. Ezek már nem kellenek. Ja, meg az 53 krumpli, azt majd egy részét elültetem, egy részét meg kisütöm. Jó, tehát akkor kell ugye kettő ilyen akármi. És ezt majd rezesítjük. Ja, meg egy piszton is kell. Ja, hogy ezt nem így... oh. Well, shit.
Na mindegy, akkor feleslegesen csináltam kettő ilyen akármit. Nem, mintha drága lenne, tehát elbírom. Nem arról van szó. Csinálok addig akkor ilyet. Ja, mert van! Mi? Honnan van ilyenem? Mindegy, én örülök neki. Akkor ezzel se kell foglalkozni. Akkor csak a rízre várunk, nem? Meg a... erre. De ez kész. Na, ez már effektívebb lesz azért, remélem. 7, akkor már meg tudjuk csinálni a kettő kogot. Nem, egyet tudunk megcsinálni. Így. Jó. És akkor már csak erre a háromra várunk a tetején. Egy már kéz van belőle. Aztán ha ezt megcsinálom, akkor letesztelem, és utána be is fejezem az epizódot, mert ez ma olyan szinten időhúzás kategória, amit én csinálok, hogy azt öröm nézni. Na, megcsinálom neki addig a helyet. Így lesz majd. És így. Majd mindjárt. Már csak a motor hiányzik belőle. Egy másodperc és kész is. Így. Ez is egy kapcsolót. És ehhez kell-e víz? Az lenne a kérdésem. Jó napot kívánok. Nem. Igen. Ehhez... hát gondolom kell. Igen, kell. Kapcsolót mellé helyezem igényesen. És akkor adják kölcsön ilyet? Ja, ugye ez nem is kell kapcsoló. Oké. Akkor hagyjuk. Na ez így már mennyit csinál? Kettőt. Tehát ez már kapásból sokkal jobb. És akkor ezt meg elkezdte csinálni most már relatíve szorgalmasan. Hát mondjuk még nem szorgalmasan, de majd egyszer odáig is eljutunk. Hát jó. Nem, ugye ehhez kell kapcsoló, mert ha ki akarom kapcsolni, akkor úgy kell. Hát akkor ez most ilyen vegyes. Vegyes lett egy kicsit. Na mindegy. Én viszont mára akkor megköszönöm szépen a figyelmet. És legközelebb még fogalmam sincs, mit fogunk csinálni. Arany, mint melléktermék, remek. De biztos, hogy jó lesz. Hát akkor sziasztok!